Köszöntjük itt a stúdióban Peller Marian alapító és kuratóriumi elnökét, a Kis Virtuózok Alapítványnak. Jó reggelt kívánunk, szervusz Marian. Hát ugye 10 esztendő, a Virtuózok 10 évvel ezelőtt indult el, akkor még tulajdonképpen nem gondoltátok, hogy ez az egész kezdeményezés az egy nemzetközi kezdeményezéssé fogja kinőni magát, és ezt a 10 évet ünneplitek ilyen-olyan formában. Most lesz egy fantasztikus koncert május 23-án, ugye a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a Művészetek Palotájában, mesterek és tanítványok. De hát miről is van szó pontosan? Kicsit igen, visszacsatolnék a 10 évre. Azt gondolom, hogy rengeteg mester jött hozzánk segíteni a gyerekeknek ez alatt a 10 év alatt, és ezt szeretnénk megmutatni most a közönségnek is, hogy milyen típusú műhely munka folyik nálunk a Virtuózok kicsi családjában, mert hogy mindenki azt hiszi, hogy ez egy televíziós tehetségkutató műsor, azért ennél már sokkal több, kicsit túlmutatunk rajta, igen, a 10. évadunk van, és olyan mesterek lesznek ott, akik a zsűritagjaink is voltak, Várda István, Balázs János, aki még most is a zsűritagunk, Miklós Erika, és eljön hozzánk a nagymester, Plácido Domingo lesz a vendégfellépője ennek a koncertnek, és ők fogják megmutatni, példát mutatni a kicsiknek, azoknak a fiataloknak, akik az idei évadunkban a győztesek voltak. És így nagyon-nagyon várjuk, május 23-án lesz ez a koncert, és ez egy nagyon különleges koncert, mert mesterek és tanítványai koncertünk már volt, de ez most egy olyan koncert, amit maga a mester Plácido Domingo álmodott meg, és minden évben szeretné ide visszahozni Pünköst környékére Magyarországra. És ez nagyon nagy dolognak tartjuk, hogy egy spanyol tenor, aki Mexikóban élt, nagyon sokat az egész világ ismeri, Magyarországot választotta a minden évben visszatérő pünkösdi koncertjének, és büszkék vagyunk, hogy mi velünk lehet most itt az első. Mit jelent ez a gyerekeknek, a tehetségeknek, a fiataloknak? Egy példát tudnék mondani, nincs annyi időm, hogy itt végig soroljam, de amikor Theo Gertler fellépett a Andrea Bocellivel, akkor a szülőkkel együtt, a gyerekekkel sírtunk a backstage-be, és egyszerűen nagyon nehéz elmondani, hogy mit élnek ott meg a gyerekek és a szülők. Mert hogy ez nem csak egy koncert, ahova hogy felmegy a gyerek, és akkor ott előadnak egy művet, hanem tényleg Andrea Bocelli előtte tanította a zongorán, végigpróbálták, ő zongorázott, nagyon sok hangszeren játszik Andrea. És szóval ez a, amikor ott a 400 gyermeke van nekem így a 3 saját gyermekem mellett, mert azért a Virtuózok gyermekei is úgy tűnnek, leírhatatlan érzés, hogy egy pici magyar projekt elindult itthonról, és tényleg nagyon-nagyon sokan tettek hozzá, hogy ez a projekt itt tart már ma, és nagyon örültem neked, Eszter, mert az, hogy évről évre a Forma 1-en mi felléphetünk, ez neked köszönhető, amit nagyon-nagyon köszönünk. És te is így úgymond a Virtuózok mesterei közé tartozol, remélem ott leszel a koncerten te is. Hát Marian, nagyon szépen köszönöm ezt, hogy ezt így elmondtad. Én meg annak örülök, hogy annak idején Boros Misi, aki egy fantasztikus tehetségű zongorista, és most már 21 éves, ezt kimondani is tulajdonképpen döbbenet, vele tudtunk ugye a Forma 1-en. De gyakorlatilag ez akkor indult, ez a tradíció, és azóta is részesei vagytok ti is a Forma 1-nek, egy nagyon fontos pillanatának, a rajtnak, amikor is elhangzik a magyar himnusz. Én magam is tapasztalhattam, hogy ez egészen elképesztő felemelő érzés. És csak hogy számokat mondjunk a nézőknek, a rajtot világszerte körülbelül 1,5 milliárd ember követi. Tehát ezt nekem ott mondták, ott a Box utcában, ott énekeltem be, és fantasztikus élmény volt. De neked milyen érzés ezt megélni, hogy egy ilyen világeseményen, túl természetesen a versenyen, ott lehetnek ezek a tehetséges fiatalok? Nagyon-nagyon izgulós, tehát ez az egész biztos, hogy én végig szorítok, és akkor tudok egy kicsit örülni a dolgoknak, amikor lemegy és vége van, és utána nagyon-nagyon jó, mert te is láttad, hogy hát oda lehet menni a pilotákhoz, és akkor ott mindenféle autogramot lehet kérni a gyerekeknek, és akkor lehet az egészet élvezni. Óriási élmény, olyannyira, hogy most már Szingapúrba is visszatérvek vagyunk a Forma 1-es eseménysorozatok, nál is ott is fellépnek a Virtuózok, és minden évben adunk ott egy nagyon fantasztikus charity koncertet kambodzsai fiataloknak. Nekik nem nagyon elérhető a víz, és a gyerekeknek még nagyon sok százaléka 6 éves koruk előtt vízhiány miatt meghal. És ott ilyen biciklis rendszert találtak ki a szingapúri partnereink, és akkor a gyerekek biciklivel hozzák fel a tiszta vizet, és ezeknek a bicikliknek a telepítéséhez járulunk hozzá évről évre, és ez is a szingapúri Forma 1-nek köszönhető, úgyhogy elég komoly lavinát indítottál el. Örülök, hogy ezt elindíthattam. Lehetett hallani, hogy ez egy mekkora utazás volt, ha az elmúlt 10 évet nézzük meg. Van már a következő kitűzött cél is? Hova szeretne még eljutni ez a produkció? Persze mindig vannak célok. Amikor az egyik
komoly befektetőnk, Lakatos Benjamin csatlakozott hozzánk, ő azt a célt tűzte, hogy elérjük a 100 milliós nézettséget, és hát ez tavaly sikerült, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. Próbáljuk úgy összeválogatni a zsűritagokat, hogy minimum 5 fő mindig nagyon klasszikus és nagyon nagy szakemberek, de mellette volt már itt Guy Pratt, aki a Pink Floydnak a basszusgitáros, az idén pedig egy kazak énekes fiú volt itt, aki tud nagyon szépen klasszikust is énekelni, hiszen elő is adott egy nagyon szép művet a Maestroval, egy csodálatos bizéművet, de mellett azért ő kicsit inkább a pop zenében populárisabb, és nagyon komoly nézettséget tudott hozni a tévéműsornak. Tehát a fiatalok azok jönnek is, és nagyon-nagyon szeretik, hogyha itt vagyunk, és az a célunk, hogy minél több fiatal tudja a klasszikus zene szépségét megismerni, nem csak zenehallgatással, hanem esetleg zenetanulással is, mert azt látjuk, hogy én nekem, amikor a gyermekemet próbáltam tanítani, ő mindig azt mondta, hogy jaj, hát anya, ez ciki, és hát eltelt pár éve, jött velem egyszer egy Carnegie Hall-os koncertünkre, és azt mondta, hogy hát most már egy kicsit bánom, hogy nem tanultam klasszikus zenét, úgyhogy ezt a motivációt tudják adni a gyerekek, és hát nyilván a magyarországi zeneoktatás, az, hogy innen indultunk Magyarországról, ez nagyon-nagyon sokat hozzátett, mert az, hogy a bölcsödétől zenét lehet tanulni, és a Kodály módszerrel olyan egyszerűen, ahogy a gyerekek tanulják, ez fantasztikus dolog. Úgyhogy cél még körülbelül 100 millió, de inkább most a 30 évvel alattiak, hol 100 millió, és nyilván maradjon meg a többi 100 millió is. És legyen az most szerintem a következő cél, hogy a Műpába minél többen eljussanak, és megnézzék ezt a koncertet, kis ízőlítőt kaphassanak arról, hogy miről is szól a Virtuózok. Marianna, nagyon sok sikert a továbbiakban, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Szervusztok!